Opium Jason. Figyelem, a következő videó gyenge idegzetű emberek számára nem ajánlott. Nos hát, sziasztok srácok, most a péntek 13-ot fogjuk kipróbálni ebben a rövid videóban. PlayStation 4-ről játszom, hogyha a hanggal vannak problémák, azért elnézést kérek, sajnos még nem tudtam vele egy normális felhallgatót, de majd megoldom ezt a problémát is. Na nézzük is meg a játékot, egyébként remélem, hogy nagyon sokan láttatok a filmet, ugyanis egy ultra brutál filmről és játékról beszélünk, nekem legalábbis nagyon-nagyon tetszik. Itt a zenét azt le kellene vennünk szerintem, mielőtt még copyrightos lenne a videó, úgyhogy a zenét azt ledobjuk róla. Így néz szépen, és akkor itt láthatjátok, hogy egyébként milyen jól néz ki a játék. Egy kis fejlesztői stúdió csinálta, úgyhogy nagyon sokat nem vártuk tőle, a mozgások egy kicsit bénák, de azért szerintem nagyon humoros és jó a játék egyébként, majd mindjárt meglátjátok. Nekem legalábbis nagyon elnyelte a tetszésemet, ugyanis én imádom az ilyenfajta filmeket és a játékokat is. Az olyan, mint van az a Dead by Daylight című játék, hasonló ez is, de hát lényegében ugyanaz, igen, random kisorsul egy játékost, aki majd Jason fogja irányítani, a többiek pedig ugye a túlélőket fogják irányítani, és hát elég nehéz mind a két szemszögből a játék, ugyanis Jasonnel is elég nehéz megtanulni a dolgokat, illetve a túlélőkkel is nehéz megtalálni a kapcsolatot, ugyanis nehéz sok dolgot megcsinálni benne, azt kell, hogy mondjam. Le kéne mutéznom a többieket. Így lemutéztük a játékosokat, hogy ne halljuk őket. Na, kíváncsi leszek, hogy kit kapunk még, mint szereplőt. Nos, ezt a kis csajtit kaptuk. 5 percek később van ugye, túléltük ezt a dolgot, amikor Jason megölt egy csávót. Itt van egy másik túlélő, ugye itt van az autó, amit meg kellene javítanunk, azután azzal el tudunk menekülni, de inkább bemennék ebbe a házba, a srác nem zárta volna be az ajtót, de bezárta, úgyhogy itt az ablakon fogunk bemenni. Nagyon parás egyébként, amikor Jason... Ne menj ki! Akkor már Jason a közelünkben van, akkor hallunk ilyen fura hangokat, hogy ő jön. Az irányítás még nekem is meg kell szoknom egy kicsit... Hát egy kicsit más, mint a többi játéknál, de igazából megszokható szerintem. Itt már Jason valahol itt van a közelben, ugyanis hallom őt. Az ajtó az be van zárva, a faszával, király. Inkább ezt a baseball ütőt viszem el, vagy nem tudom, hogy melyik bírja tovább, igazából annyi a baj, hogy nem tudom, melyik bírja tovább. Igen, ez az ajtó is be van zárva, úgyhogy ő ide bebarikázozta magát, de én azt mondom, hogy nézzük meg a játékot egy picit közelebbről, és menjünk Jason nyomába, legalábbis próbáljuk meg megkeresni őt, ha már ő nem hajlandó rá, hogy megkeressen minket, de azért nézzünk be egy-két házba, hogy mi a helyzet. Jó, ez az ajtó, ez be van zárva, úgyhogy itt már valaki volt, szerintem. Bezárjuk ezt az ablakot, mindig figyeljünk oda rá, hogy zárjuk be magunk után mindent. Egyébként, ha valakinek megvan ez a játék, akkor szívesen játszanék veletek ezzel is. Úgy, mint a Fortnite-tal, ugye, vagy bármilyen más játékkal, amiben tudunk együtt játszani. Úgyhogy szívesen várom az ismerősnek jelöléseket, írja az ugyanúgy Richie Dark PS4-en, mint eddig is volt. Leírásban benne lesz majd az ID-m, illetve a linkek, azt olvassátok el, az nagyon fontos. Benézzünk ebbe a kis házikóba, volt itt már valaki. És valahogy ezt be lehet zárni. Igen, hosszan kell nyomni az X-et, és akkor bezárjuk az ajtót, és látjátok a bal oldalt, hogy ezekért pontokat kapunk, XP-ket kapunk érte. És úgy lehet fejleszteni a karaktert, illetve Jason-t is, hogyha éppen Jason-nál vagy, akkor Jason fogja megkapni az XP-ket, amiket gyújtasz, és így lehet fejleszteni a karaktereket, vannak ilyen különböző skill pontok, amiket meg lehet szerezni. Itt van az akkumulátor a kocsiba, hát nem tudom, hogy elvigyük-e igazából.
Nem, én amondó vagyok, hogy nem visszük el most az aksit, ugyanis egyedül vagyok itt. Így Jason valahol itt van a közelemben valószínűleg. Ilyenkor megnyomom a kört hosszan, akkor addig nem vesz a karakterünk levegőt, így Jason nem fog minket meghallani. Viszont ha elengedem, akkor halljátok, hogy nagyon hangosan vesz a levegőt, így viszont észrevesz minket. Legalábbis észrevehet minket úgy. Igen, hát vannak ilyen hibák, hogy valahol nem tudunk elmenni, meg ilyen dolgok, de végül is meg lehet szokni szerintem egy... Így annak is örülünk, hogy kijött ez a játék. Nemhogy még belekössünk ilyen dolgokba. Itt a budikba is el lehet bujkálni szépen. Jason-t még nem is láttuk, nem tudom, hogy hol van. És szerintem még mindjárt élünk. Valószínűleg. Ki lehet hívni a rendőröket is amúgy. Itt a tábortűz. Ki lehet hívni a rendőröket, és akkor kiérkeznek. Egyébként itt volt a kocsi. Ó, megijedtem. Itt volt a kocsi, úgyhogy hozhattuk volna az aksit magunkkal. Valami történt karakterrel szerintem, mert eléggé lelassult, megbotlott és kibicsaklott a lába szerintem. Vannak benne ilyen dolgok, hogy le tudsz lassulni, meg az, hogyha keresztül esel. Mi a szar? Hogyha keresztül esel az ajtón, akkor vagyis az ablakon. Hóha, itt meghalt valaki. Ha keresztül esel az ablakon, akkor ugye szilánkok mennek a testedbe, és akkor azt meg kell várni, hogy kiszelegeted magadból. Nem tudom, hogy hol van Jason egyenlőre. Nem akar minket támadni, valahol lesben áll biztos. Itt már láthatjuk, hogy az üzemanyag az bele lett töltve az autóba. Még hiányzik a sluszkulcs, ja, hullában esek el. Hiányzik a sluszkulcs, illetve az akkumulátor, hogy be tudjuk indítani ezt az autót. És ezzel elmeneküljünk. Meglátjuk, meglátjuk. Van egy zseblámpám is, amit eddig nem is tudtam, és még hátra is tudok nézni, ezt sem tudtam igazából. Nem tudom, hogy hova kellene mennünk. Hóha! Nem maradjunk egyedül szerintem. Legalábbis nem a legjobb ötlet, hogy egyedül maradjunk, és nem akar gyorsan futni a karakterem, és nem tudom, hogy miért nem akar gyorsan futni. Hol lehet Jason? Ez itt a kérdés. Igen, ugye a térképet sincs, míg meg nem találod a térképet. Valahol eldugva van. Azt is meg kell találni. De mi az a megbotlás? Folyamatosan nekem jönnek ezen. Azt is meg kell találni a térképet, azt akartam mondani, hogy a karakterem folyamatosan megáll, nem tudom, hogy miért történik ez. Igazából én sem játszottam még a játékkal, csak egyszer kipróbáltam most, mielőtt megvettem, vagyis miután megvettem, kipróbáltam egyszer, hogy azért valamit tudjak róla. De vannak benne furcsaságok azért. Akadnak. Ott jön Jason! Én most rávágok egyet. Nesze! Fuck you! Rávágtam egyet Jasonre. Eltűnt. Ja nem, 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 ott fekszik még. Futás, 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 futás. És ő most rám koncentrál. Most rám koncentrál, azért kékülve így minden, vagy szőkülve minden. Tudom, mert egyszer voltam. Jason, el is itt van, Jason! Hol van? Nem akarok meghalni. Ne bánts. Tudom, ez a dolog soha ne néz magad mögé egyébként, de muszáj. Kifáradt szerintem a karakterem egyébként. Vagy nem tudom. Ja igen, kifárad a karakter. Aha. Kifáradtam igazából.
Hol lehet a többi játékos? Más, teljesen máshol van. Teljesen máshol van a többi játékos. Kicsit parás egyébként a játék, úgyhogy figyeljetek oda rá azért. Próbálj menni kicsikét. Megbújni, most biztos, hogy nincs mögöttem, mert azt hallanám, ott fut egy játékos, úgyhogy megyek utána. Ha mögöttem lenne, akkor hallanék ilyen fura hangokat, de most szerencsére nincs mögöttem. Házba felmegyünk mi is. Hó. Ú, itt van Jason valahol. Töri be, töri be. Töri be az ajtó, Jason. Gyorsan ugorjatok ki. Miért ugrottam? Bent van Jason a házban. Bejutott a házba. Mögöttünk! Rácsaptam egyet. Most lefeküdt. Nem tudom, hogy meg lehet ölni-e igazából, vagy nem. Fogalmam nincs egyébként, hogy meg lehet ölni, vagy nem, de jön utánunk. Nagyon. Hol vagy Jason? Gyere Jason. Elkapott! Azt a mindenit, azt a mindenit, felkaszabolt, mi a szar? Úristen! Azt a mindenit, hát nem gyengén kivégzett, nem gyengén kivégzett. Nos srácok, ilyen ez a játék, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még jobban tetszett, osszátok meg ismerőseitekkel, hogy tudjanak róla. És aki még nem tette, iratkozzon fel, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!